Szatmár és környéke méltán nevezhető a reformáció bölcsőjének, hiszen a 16. század első felében megszervezett zsinatok meghatározó szerepet töltöttek be a magyar egyházreformáció elterjedésében. A szatmári református történetírók vidékünk reformációját az 1535-ös év körüli időre teszik. Eszerint 10 év sem telik el Luther fellépésétől, s a megújult hit itt van az őseink között. Hogy a két város, Szatmár és Németi mikor lett protestáns, megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint 1533, de van, aki 1527-et mond. Az igazság az, hogy minden gond nélkül váltott hitet az egész környék. Erről az egyik igazi bizonyíték, hogy már 1551-ben a vidékünk első püspöke, Hevesi Mihály, szatmári lelkész. Aztán nagyon híres a vidékről, az a Milotai Nyilas István, aki, mint szatmári lelkész lesz, ő is tiszántúli püspök, ő alatta, mint szatmári lelkész veszik meg azt a telket, ahol ma áll a református gimnázium, ő építi rajta az első épületet. Aztán nagyon híres esemény történt még Szatmáron, itt volt az a Szatmár-Németi Nemzeti Zsinat 1646-ban, ahol kimondták először a magyar református egységet. Batizi András 1510 körül született Batizon. Az elsők között volt, akik felismerték az éneklés fontosságát és hasznosságát a gyülekezeti életben. Kopácsi István prédikátor kiváló szervezői képességének bizonyítéka, hogy több iskolát nyitott és szervezett. Ő lett a híres első erdődi zsinat elnöke, amely 1545. szeptember 20-án ült össze 29 prédikátor részvételével. Az első erdődi zsinat mérföldkő a Partium reformációjának történetében, hiszen itt foglalták össze először 12 pontban azt a tanminimumot, amit kötelező módon hirdetni kell az új egyházban. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogyha így nevezik Szatmárt, hogy a magyar reformáció bölcsője, hiszen Kárpát-medencében először itt konkrétan Erdődön szerveznek magyar nyelven zsinatot. Mit jelent ez? 29 lelkipásztor jelenlétében Drágfi Gáspár főúr összehívásában szeptember 20-án tartanak zsinatot. Drágfi Gáspár sajnos ezt a zsinatot már nem éli meg, de özvegye Bátori Anna ott van, valamint a zsinat elnöke Kopácsi István, akit érdemes megemlíteni. 12 pontban állapítják ők meg a reformáció lényegét, aztán majd még a megyében 1554-ben Óváriban és 1555-ben ismét Erdődön tartanak zsinatot, és több más helyszínen. Nagyon érdekes az, hogy a 20. századi erdődi jegyzőkönyvek ezekre a zsinatokra vissza gondolnak. Egytől egyig mindig azt a nagyon fontos dolgot emelik ki, hogy igen, attól kezdve, ami édes magyar anyanyelvünkön hirdettetik az evangélium is, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog a reformációban, hogy érthető nyelven, anyanyelven, magyar nyelven szólhat ma is. Tordai Demeter neve szintén fontos e felsorolásban. A Partium második reformátori zsinata, amely 1554 márciusában ült össze, 88 résztvevővel Óváriban szuperintendenssé választotta. Így ő lett az alsó-magyarországi protestánsok második püspöke. Milotai Nyilas István 1571-ben született a Szatmár vármegyei Milotán. A Szatmár-Németi Református Gimnázium az iskola második alapítójaként emlékszik személyére. A szatmári reformátorok és prédikátorok munkája azonban nem sokat ért volna a helyi nemesség támogatása nélkül. Ők voltak azok a gyámok, akik kezdettől felkarolták a reformáció ügyét, és mindenben támogatták az új hit elterjedését. Közülük is kiemelkedik a szatmári reformáció első nemesi pártfogójának, Bélteki Drágfi Gáspárnak a neve. Isten minden időben állított tehetséges és karizmatikus embereket egyházunk élére és támogatására. A reformáció 500 és a református egyház 450 éve az ő történetük is. Herbert Spencer 19. századi angol tudós, a társadalomtudományok szülőatya,
volt az első, aki úgy gondolt az emberi társadalmakra, mint élő lényekre. És így az emberi társadalmakról úgy is beszélt, mint élő lélegző mechanizmusokról, amelyekre következetesen alkalmazta az evolúció terminológiáját. Ezt a gondolatot átvéve beszéltem először úgy a 16. század elejétől egészen a 17. század közepéig tartó időszakról, mint a reformáció gyermekkoráról Szatmárban, hiszen ez volt az a korszak, amikor a születéstől egészen a serdülőkor végéig kellett megvalósítani mindazt, amit a reformáció jelentett, és kellett felnőni ahhoz a feladathoz, amelyre méltán emlékezünk 500 év távlatából. Úgy gondolom, hogy ez az első másfél évszázad a maga harcaival, hitünknek őseivel és hitünknek hőseivel egyetemben az egyik legdicsőségesebb korszaka a reformáció 500 éves történetének, és ezért érdemes rá napjainkban emlékezni. Lehet tekinteni az egyházra, mint csodálatos és bonyolult élő szervezetre, mely Isten akaratából született, és a történelmi idők folyamán fokozatosan fejlődött. A Szatmári Református Egyházmegye 500 évvel a reformáció után több mint 20 ezer lélekszámmal bír. A Szatmári Református Egyházmegye 45 egyházközséget számlál, amelyekben 41 lelkipásztor hirdeti Isten igéjét, a vallásórákon, Isten tiszteleteken, nőszövetségi bibliórákon, ifjúsági bibliórákon és megannyi más alkalmakon. De ugyanakkor a beteglátogatás, az utcamisszió, a kórházakban, a büntetés végrehajtó intézetekben, a református gimnáziumban és óvodákban szintén szól az evangélium Isten megtartó igéje. A reformáció nem csak történelem. A reformáció nem más, mint igehirdetés. Az igehirdetés pedig nem szorítható a templom falain belülre. Nincs kétféle élet, egy az Isten hajlékán belül, másik pedig az ő tudtán kívül. A reformátorok 500 évvel ezelőtt fedezték fel újra, hogy az embernek a mindennapokban van szüksége az örömhírre, Isten kegyelmére. Keresztelő János Jézus Krisztus útját egyengette. Akkor kiáltotta bele a világba, hogy ő nem a messiás, nem a próféta, hanem kiáltó szó a pusztába. Kedves testvéreim, kedves szatmáriak, legyünk kiáltó szó a pusztába, mert pusztává kezd lenni ez a világ, és nekünk ebben a puszta világban nagyon sokszor elpusztuló emberek, elpusztuló lelkek között a reformáció 500. évében kiáltó szónak kell lennünk, mert Krisztus közeledik. Most már nem eljön, hanem visszajön. És erre való várakozásunkban legyünk elől, legyünk mindenkor bizonyságtevők. Azért, mert ezt várja el tőlünk az Isten. Egyengessétek az ő útját. Amint Ézsaiás annak idején látta előre, mi fog történni, úgy nekünk is látnunk kell a mi feladatunkban azt, hogy egyengetett útat kell látnunk, kérnünk, ugyanakkor egyengetnünk kell az útat az elkövetkező generációk előtt. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem hiába ünnepeltük az 500 esztendőt, és nem hiába kezdjük el a következő 500 esztendőt, mert a kiáltó szó a szívekhez fog érni, és a szívek megtermik mindenkor azokat a gyümölcsöket, amelyek áldott életet hoznak reánk. Úgy legyen.